Hitelesített együttműködés. A Nyíregyházi Ötvös Iskola igazgatója, a Nyíregyházi Egyetem rektora, mint az iskola fenntartójának képviselője, és a II. Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred parancsnoka írt alá szerdán együttműködési megállapodást. A szeptembertől induló tanévben az iskola leendő 9-esei és 8-osztályos gimnazistái vehetnek részt a Honvéd Kadét programban. Ennek keretében igény szerint heti 2-3 órában tanulják majd a honvédelmi alapismereteket az érdeklődő diákok, de részt vehetnek majd különböző versenyekben is. Komáromi István, az intézmény vezetője elmondta, korábban is volt már kapcsolódási pont a honvédelemmel. A Honvéd kollégium, a Vitéz Miklós Kálmán Honvéd kollégium az elmúlt évben alakult, megjött létre itt a Nyíregyházi Egyetem kampuszán, és ez is erősítette ezt a szándékunkat, hogy egyrészt magát a programot népszerűsítsük a középiskolásaink körében. Minden eredményeként mondom, van olyan honvéd kollégista, aki nálunk, velünk van tanulói jogviszonyban, nálunk végzi a középiskolát, és itt a honvéd kollégiumi programban is részt vesz. És aztán született egy olyan elképzelés, egy szándéknyilatkozatban rögzítve, hogy akkor intézményesen is kapcsolódjunk be honvédelmi nevelés területén, a Honvéd Kadét programon keresztül, annak különböző szintjein ebbe a folyamatba, amiben mondom, én intézményvezetőként is nagy fantáziát látok, sok lehetőséget. A Magyar Honvédség Nyíregyházi Területvédelmi Ezredének parancsnoka azt mondta, a Honvéd Kadét program 2017-es indulása óta nagyon sok fiatalhoz tudták közelebb hozni a katonai pályát. Bantal Zsolt hangsúlyozta, a cél az, hogy élményszerűen adják át a honvédelem felépítéséről és feladatairól szóló ismereteket. Az itt szervezett programokban betekintést kaphatnak a katonai élet rejtelmeibe, illetve részt tudnak venni olyan eseményeken, programokon, amelyek által olyan ismeretekhez juthatnak, amellyel bővítik saját tudásukat a honvédelem ügyéről, a Magyar Honvédség szerepéről és a társadalomban betöltött szerepéről. Az Ötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 7., az országban pedig a 108., amely csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz.